Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Ha hívtok, megyünk, ha hívunk, gyere, ezzel a mottóval toboroz a soproni tűzoltóság. Tanévkezdés, ingyenes tanszercsomagot biztosít az önkormányzat az első és második osztályos tanulóknak. Közlekedésbiztonság, fokozott figyelemmel közlekedjünk nyáron is. Ha hívtok, megyünk, ha hívunk, gyere, ezzel a mottóval szervez toborzást a soproni katasztrófa védelmi kirendeltség. A tűzoltóság mindazok jelentkezését várja, akik elhivatottságot éreznek a szakma iránt. A jelentkezés feltételeiről Molnár Sándor kirendeltségvezető beszélt híradónknak. Riasztáshoz vonulnak a soproni tűzoltók. Legyen szó tűzesetről, balesetről vagy a viharkárok felszámolásáról, a tűzoltók az év minden napján a lakosság biztonságáért dolgoznak. A soproni katasztrófavédelmi kirendeltség nem csak a fiatal pályakezdőket, de a tapasztaltabbakat is várja az állomány kötelékébe, mondta Molnár Sándor kirendeltségvezető. Számos diák jött már vissza, akik úgy gondolják, hogy lehet, hogy nálunk folytatnák az életüket. A tűzoltói szolgáltellátásról nagyon röviden és tömören annyit kell tudni, hogy 24-48 a szolgálati rendben dolgoznak a kollégáink, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatóban 2 szabad nap jár. A Rendészet Integrál Központból már sokszor elmondtuk, hogy nagyon kényelmes 21. századnak megfelelő munkakörülményeket tudunk biztosítani. A tűzoltói fizetést mindenkori törvények szabályozzák. Ez most már nagyon olyan szinten van, hogy megélhetést biztosíthat egy-egy fiatal számára. Van arra lehetőség, hogy itt szolgálati lakást is tudunk biztosítani kollégáknak, illetve a Rendészet Integrál Központban sportpálya, konditerem, klubszoba, 5G-s wifi hálózat van, ami szintén azt gondolom, hogy modernizálást és lehetőséget is mutat itt mifelénk. A törvényi szabályozásnak megfelelően a jelentkezőknek egy fizikai, pszichikai és egészségügyi vizsgálaton kell átesniük, majd Budapesten képzik ki őket. A kiképzés alatt már a teljes ellátásukat, bentlakást, utazást, tűzoltói felszereléseket, mint a szervezetünk biztosítja. Az elmúlt időszak toborzásai azt mutatják, hogy sokrétű az a társadalmi réteg, aki érdeklődik a munkánk iránt, vannak a pályakezdők, őket is szívesen látjuk, de előfordul az is, hogy már kicsit korosabb egy-egy munkahelyet leszolgált kollega jelentkezik hozzá. A törvényi szabályozásnak megfelelően ennek sincs különösebb akadálya, tehát azt tudjuk mondani, hogy aki érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, az megteheti, akár itt személyesen az Integrált Rendészeti Központban. A toborzó kampányplakátját a Soproni Egyetem hallgatói készítették. Az Oktatási Intézmény és a Soproni Katasztrófa Védelmi Kirendeltség együttműködése több évre nyúlik vissza. Akik érdeklődnek a tűzoltó szakma iránt, azok a képernyőn látható elérhetőségeken kaphatnak bővebb információt a jelentkezés feltételeiről. Sopron önkormányzata idén is támogatja azokat a soproni családokat, ahol a gyermek az általános iskola első és második osztályában kezdi meg a tanévet. Összesen 1216 kisdiák részesül az idei tanévben ingyenes tanszercsomagban Sopronban. A csomag olyan eszközöket tartalmaz, melyek segítségükre lesznek a tanórákon. A város több mint 5 millió forintot biztosított a tanszercsomagok beszerzésére, amelyeket tanévkezdéskor osztanak ki minden iskolában. A csomagban egyebek mellett írólap, különböző méretű füzetek, írószerek, valamint rajz és technika órán használható eszközök is találhatók. A soproni rendőrkapitányság szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a nyári kánikulában érdemes az autó állapotát műszakilag napra készen átvizsgálni, mert ennek hiánya akár balesethez is vezethet. A nagyobb utazások előtt pedig érdemes felkészülten elindulni, vízutánpótlással és több pihenővel elkerülhetőek a meleg időjárás okozta közlekedési balesetek. Akár a 35 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet napközben, ebben a kánikulában körültekintőnek kell lenni, nem csak az utazáskor, hanem már előtte is több figyelmet kell fordítani az autó műszaki állapotára is, ezzel együtt az utastér megfelelő hőmérsékletére is. Nyári hónapokban értelemszerűen a nagy meleg hatással van a gépkocsikra is, azoknak a műszaki berendezéseire, ezért célszerű nem csak a hosszabb utak, hanem a napi rendszeres használat során is ellenőrizni a folyadékszinteket, ugyanúgy a hűtőrendszerben, mind ahogy az olaj szintet is. Természetesen egy jól működő hűtőrendszer az azért szükséges,
mert ezekben a nyári nagy melegekben egy ebből adódó meghibásodás az nagyobb kellemetlenséggel jár, mint általában más hónapokban. Ezért elindulás előtt mindig ellenőrizzük a hűtőrendszert, amennyiben ez szükséges javítást vagy feltöltést igényel, ezt mindenképpen meg kell tenni. Mindemellett az olajszintet, illetve az egyéb olyan berendezéseket, mint például a klíma, amennyiben a gépkocsi fel van szerelve ezzel, szintén érdemes ellenőrizni, hogy ne az úton érjen minket olyan helyzet, ami aztán további kellemetlenségeket okoz a nagy hőségben. A klímaberendezéseket ilyenkor is ajánlott felülvizsgáltatni, valamint a megfelelő árnyékoló eszközöket is érdemes használni. Nagyon fontos, hogy kiemelten figyeljünk magunkra és embertársainkra is. Ilyenkor hamarabb kiszáradunk, fontos a folyadékpótlás, ami fáradtsághoz vezet, ha nem iszunk elegendő folyadékot, a koncentrációs képességünk csökken. A folyadékot általában tanácsos vízzel és valami alkoholmentes folyadékkal pótolni. Ha gépjárműbe ülünk, akkor tanácsos az időjárás előjelzést is figyelni, hogy ne a legnagyobb forróságban induljunk útnak. Ha mégis elkerülhetetlenné válik, hogy gépkocsi vezetők legyünk, akkor próbáljunk nem a legforróbb időszakban útnak indulni. Bizonyos árnyékolókkal vagy ablakrólókkal tudjuk a kocsiba jutó napfényt csökkenteni, ezáltal talán egy kicsit kényelmesebbé tehetjük az utazást. Amennyiben az autót elhagyjuk, nagyon fontos, hogy sem gyermeket, sem kisállatot ne hagyjunk a gépjárműben, mert ilyenkor akár 70 Celsius fokig is felmelegedhet a gépjármű, és ez akár életveszélyes állapotot is előidézhet. A forró aszfalt miatt a gumiabroncsok nyomását, valamint a redő mélységét is figyelni kell, ezzel elkerülhetőek a közúti balesetek. A gépjárművezetők figyelmét felhívják továbbá arra is, hogy hosszabb utazáskor mindenképp iktassanak be több pihenőpontot is. Nyáron gyakoriak a különféle rovarcsípések. A legtöbb esetben elegendő a helyi kezelés és fertőtlenítés, ám bizonyos esetekben orvoshoz kell fordulni, például daráscsípés után előfordulhat allergiás reakció, de egy fertőzött rovar is okozhat kellemetlen tüneteket. A méhek és a darazsak is hasznos rovarok, azonban a csípésük akár allergiát is kiválthat. Normál esetben enyhe, viszkető duzzanat keletkezik a bőrön a csípés következtében, de az arra érzékenyeknél akár súlyosabb reakciót is kiválthat. Ekkor ajánlott azonnal orvoshoz fordulni. Azt gondolom, hogy a természetben járva, tekintve jó idő van, számos rovarral találkozhatunk. Különféle rovarcsípéseket tudunk elszenvedni. Vannak olyanok, amelyek kevésbé problémásak. Persze attól függ, hogy kit milyen rovar csíp meg. Mondok egy példát, megcsíp valakit egy szúnyog, általában a szúnyogcsípések nem járnak különösen veszéllyel. Természetesen vannak már Magyarországon is olyan szúnyogok, amelyek nem a hagyományos módon okoznak problémát, ilyenek a tigris szúnyogok. De például vannak olyan gyermekek, akik érzékenyebben reagálnak a szúnyogcsípésekre, és hosszasabban alakul ki bőrjelenség náluk. Azonban arra mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a bármilyen rovar által okozott bőrjelenséget nem szabad vakarni, mert ha elkezdjük jelentősen vakarni, akkor természetesen gyulladásos folyamat alakulhat ki a bőrünkön. Számos esetben a darazsak csípése akár komolyabb veszélyforrást is jelenthet. A legsúlyosabb tünetek közé tartozik a hasi görcs és a nehéz légzés is. Vannak olyan rovarok, amelyek különös tekintettel problémát jelentenek az emberi egészségre, ilyenek a méhek és a darazsak. Ugye a darazsak nem hagyják a fullánkját a szervezetünkben, a méhek mindig ott hagyják, tehát a méhek fullánkját, a darazsak fullánkját is el kell távolítani. Valamilyen allergiás készítménnyel be kell kenni a bőrt, amennyiben gyulladásos folyamat alakul ki. Azonban a méhekre és a darazsakra nagyon súlyos allergiás folyamatok jelentkezhetnek. Hogy ezek mivel járnak? Szédüléssel, rosszul léttel, alacsony vérnyomással, szapora szívműködéssel, verítékezéssel, és ha olyan helyen csíp meg minket a darázs, akkor esetlegesen nyelési nehezítettség alakulhat ki. Nagyon figyeljünk arra, hogy ne hagyjuk szabadon a poharainkat, mert a poharainkba beszálló darazsakat és méheket észrevétlenül meg tudjuk inni, és amennyiben a nyelőcsövünket éri a csípés, abban az esetben nagyon súlyos reakciók alakulnak ki. Amikor valami kóros jelenséget észlelünk, akkor mindig hívjunk orvosi segítséget. Ha olyan csípést látunk, ami a hagyományostól számunkra eltérőnek bizonyul, akkor keressük fel a házi orvosunkat,
és mindenképpen figyeljünk arra, ha valakinek ismert súlyos allergiás folyamata van, hogy készenlétben legyen számára olyan eszköz, amivel elháríthatja az életveszélyes folyamatokat. A csípések kezelésére, valamint az allergiás reakciók enyhítésére ma már számos készítmény kapható a gyógyszertárakban. Puccini dallamai töltik meg a Liszt központot, ugyanis a napokban zajlik a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar CD felvétele. Idén van Puccini halálának 100. évfordulója. Ezen alkalomból tiszteleg a soproni zenekar egy koncertesttel, melyet augusztus 19-én adnak elő a Fertő Rákosi Barlang Színházban. A nagy meleg ellenére is gőzerővel dolgoznak a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar tagjai, hogy a legszebb dallamok legyenek rögzítve. A zenekart Antal Mátyás fuvola művész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar karmestere vezényli. Puccini minden zenészhez közel áll, mindenkit elvarázsol, mondja a karmester, aki szerint a CD felvétel hasonló a koncerthez, és ez a mostani alkalom remek előszele az augusztusi koncertnek. Tulajdonképpen egy felvétel mindig azonos. Rendet kell teremteni a hangok között, az arányokat, a helyes hangzás arányokat meg kell találni, a partitúrát minél hitelesebben kell tolmácsolni, tehát valahol a felvétel ugyanolyan, mint egy koncert, azzal a különbséggel, hogy egy keverő helyiségben tulajdonképpen a hangmérnök és a zenei rendező az arányokat tudja korrigálni, és az ő igényük egy kicsit még kiegészíti ezt a felkészülést. Összpontja, fókuszáljátok a hangot. Köszönöm szépen. A közvetítő kocsiban is zajlik a munka, ilyenkor a zenei vezető még tovább tudja finomítani a zenei harmóniát. A soproni zenekar már többször dolgozott együtt Antal Mátyás karmesterrel, aki most kimondottan erre a projektre lett felkérve. Kócán Péter a művészeti vezető az, aki megkeres más karmestereket, aki úgy tudja, hogy úgy látja, hogy inspiráló lehet a zenekar számára. Antal Mátyással már dolgoztunk egyébként együtt évekkel ezelőtt, nagyon örültünk neki, hogy ismét köztünk érezhetjük. Korát meghazottoló energiával, inspirációval, tényleg mi sokszor fáradtabbnak tűnünk, mint ő, de hát egy karmesternek ez a dolga, hogy így motiválja a zenekart, nagyon nagy élményben együtt dolgozni. Egy ilyen CD felvétel még inkább összekovácsolja a zenekart, hisz óriási koncentráció és erőpróba ez, amit ilyenkor napokon keresztül véghez visznek. Nagyon nagy örömmel készülünk és lelkesen ezekre az együttlétekre, mert egy CD felvétel az mindig egy nagyon erős összpontosítást, koncentrációt igényel a zenekartól, egészen más, mint egy koncerten eljátszani a darabot egyszer. Puccini 100. évfordulóját ünnepeljük, ennek az évfordulónak a kapcsán lesz a Fertő Rákosi Barlang Színházban is augusztus 19-én egy nagyszabású Piknik 35-ös koncertünk, rendezvényünk, ahol ezek a művek is elhangzanak. Nagyon örülünk, hogy ott egy nagyszabású koncerten is el tudjuk ezt játszani, és arra egy nagyon jó erőpróba ez a CD felvétel, és igen örülünk, hogy ilyen nagy zenekarral, hárfával, nagy apparátussal sikerült összehozni ezt a projektet. A zenekar nagy örömmel játszik Puccinit, és mindent megtesz, hogy az augusztusi koncert felejthetetlen legyen. Marad a kánikula, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelyben az Impro Sopronról lesz szó, majd az Egy Hetet című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a napsütés lesz túlsúlyban, záporzivatar helyenként elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-észak-keleti szél több felé élénk, erős lehet. Napközben 30-36 fok körüli értékekre számíthatunk. Szombaton marad a kánikula, sok napsütésre készülhetünk, frissítő záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak majd elő. A hajnal üdébb lesz, napközben 27-35 fok várható. Az északi-észak-keleti szél több felé megélénkülhet. Vasárnap a napsütést inkább csak fátyolfelhők szűrhetik majd, délután csak kevés helyen pattanhat ki zápor, zivatar, a legmelegebb órákban 30-36 fok jöhet.